A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez a kezdőkör, amelynek mai adásából kiderül, hogy mi a közös a fehérvári hoki csapatban és Marokkó futball válogatottjában. Ilyen finomságokkal és exkluzivitásokkal tudjuk a figyelmüket kérni, de természetesen egyéb témákról is beszélgetünk majd. Hát a foci VB-t ugye nem tudjuk kihagyni, hiszen így a végjátékhoz érkezve hát tényleg egyre nagyobbak a kérdőjelek és egyre izgalmasabbak a meccsek, de más témáról is beszélgetünk természetesen mai vendégeinkkel. Itt van velünk a stúdióban Farkas Szilárd kollégánk, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője, Beke Zsombor, aki hosszabb idő után tér vissza, FEOL, Fehér megyei hírlap sportújságírója, és itt van természetesen Horog László kollégánk, aki egyébként tegnap ünnepelte 35. születésnapját, és ebből kifolyólag külön szeretettel engedd meg, Laci, hogy gratuláljunk. Meg volt az ünneplés? Ötös évzáron voltam a fővárosban, úgyhogy igen. Hát az ötös szám az benne van, ahogy említettem, az életkorodban végül is. Hogy 19 év plusz. A lányok is akkor szépülnek igazán. Majd kiderül, hogy milyen ajándékot kérsz a foci VB csapataitól most így a elődöntők előtt. De van nekünk azért fehérvári vonatkozású futball témáink is, illetve egy témánk egészen biztosan, hiszen az előző heti adásunk után derült ki, hogy a MOL Fehérvárnál Juhász Roland sportigazgató úgy döntött, hogy a Huszti Szabolcs-Toldi Gábor edzőpáros folytassa a munkáját, amelyet megkezdett és 6 hétig végzett az őszi szezonban. Hivatalos hír vagy megerősítés ugye abban az időszakban nem volt, de mi is elmondtunk és máshol is lehetett tudni, hogy tulajdonképpen eredetileg az első időszak csak az őszi szezon végéig szólt Huszti Szabolcs kinevezésekor, és hát lehetett sejteni, hogy majd utána döntenek a folytatásról. Most hát abban az időszakban, amíg Husztiék dolgoztak, ugye kicsit talán stabilizálódott, kicsit feljebb került a csapat a táblázaton, bár ez a mostani 8. hely itt a téli szünetben azért még mindig nem nevezhető dicsőnek, úgyhogy nyilván ez is egy megítélés kérdése, hogy ti hogyan értékelitek Husztiék eddigi munkáját, illetve azt, hogy minek kellett volna ahhoz történnie, vagy milyen feltételeknek kellett volna esetleg meglennie, hogy valaki mást keressenek a csapat élére. Bevallom, én úgy voltam vele, hogy tényleg, ha nincs földrengés, ha nem zuhan össze teljesen, vagy Husztiék alatt sem kezd el valamiféle stabilitás mutatkozni, abban az egy esetben tudtam volna elképzelni, hogy Juhász Roland máshogy dönt. Végül is így döntött, mennyire értetek egyet vele? Engem egy picit meglepett őszintén szólva. Én arra számítottam, hogy van külföldi edző érkezik, bár nyilván 6 hét után nehéz igazán határt húzni, hogy most a Husztiék mennyire állták meg a helyüket, vagy mennyire sem. Mondjuk az is jó kérdés, hogy most ez a hosszabbítás mennyi időre szól, hogy megint csak mondjuk a tavaszi idény, vagy mondjuk van benne plusz év is, vagy opcionális év. Minden esetre kíváncsian várom az igazolásokat, mert itt tényleg a kerettel van talán a legnagyobb probléma először. Elég ritka, szokták mindig mondani a Vidinél is, és hogy hát a klub mindent a honlapon kommunikál, és amint hivatalossá válik valami, és ez meg is történik, de például ez az információ valóban, hogy ez a szerződés most mennyi időre szól, ez most nem tartozik a nyilvánosságra, nem tudjuk, lehet, hogy Laci igen, hiszen nagyon benfentes szokott lenni, de valóban egy jó kérdés amúgy, hogy ez a bizalom, ez valójában most mennyi időre szól. Hát nyilván azért egy hosszabb periódusra, a bajnokság végéig minimum mindenképpen. Visszatérve ennek a megerősítésére, te is úgy voltál vele, Laci, hogy inkább egy külföldi szakemberre számítottál, vagy lehetett sejteni szerinted, hogy megmaradnak a jelenlegi edzők? Amikor kinevezték ezt az edzőpárost, én biztosra vettem, hogy nem maradnak. Tehát én akkor egy időhúzást láttam benne, ami megtalálják a megfelelő külföldit, és aztán, ahogy múlt az idő, Huszti elment egy számomra jónak ítélt útra, hogy elkezdte bevetni a helyi fiatalokat. Tehát ő
úgy kezdett hozzá, hogy próbálok stabilizálni, és elkezdek jövőt építeni, valószínűleg ez volt a döntő érv. Hogy milyen edző, azt én nem tudtam még eldönteni Debrecenben, illetőleg ez alatt a néhány meccsen, és nyilván a kisvárd elleni hazai győzelem, magabiztos győzelem azért sokat nyomott alatban. Számomra elsőre meglepetés volt, és ha jobban logikai rendszer szerint végig gondolom, Juhász Roland kapta a kezébe a karmesteri pálcát, ő bízik a korábbi játékostársában. Itt a nagy kérdés az, hogy ha nem jönnek az eredmények, akkor mi következik, de erre egyelőre ne gondoljunk. Ugye annyira azt kommunikálták a Vidinél, hogy tényleg csak egy bizonyos időre szól ez a kinevezés, ugye az őszi szezonra, illetve az őszi szezon hátra lévő részére. Aztán most kaptuk a hírt, ugye, hogy folytathatják a munkát. A Vidit több szempontból is meg kell erősíteni, illetve újra vissza kell hozni egy kicsit még jobban a vérkeringésbe, hogy elfoglalja azt a helyet, ahova szerintem való, illetve szerintük is való. Klubvezetés szerint és a játékosok szerint is. Én azt hiszem, hogy itt a kommunikáció is olyan Huszti Szabolcs részéről, hogy az egy őszinte és markáns vélemény, ugye, ami kijön a meccs mérkőzés utáni interjúkból, tehát ő megmondja a rosszat is, megmondja a jót is, de a rosszból ugye nyilván több van, ezért azt hangsúlyozza, viszont szerintem teljesen korrektül nyilatkozik a mérkőzések után, ami szintén egy pozitívum, és ez a közvélemény számára, és én azt hiszem, hogy egy döntő érd lehet amellett, hogy ez egy jó választásnak tűnik. Én is azt mondtam, azt gondoltam, hogy nem maradnak majd, hiszen annyira azt kommunikálták, viszont újra edzőt keresni, illetve az alatt a 6 hét alatt, én nem tudom, hogy voltak-e valamilyen folyamatok, amik megindultak, vagy már előtte is, hogy majd valakikkel tudnak egyeztetni az edzőcseréről, de ezt nem is tudom, hogy meg fogjuk-e tudni, ha Laci se tudja, akkor nem tudom, hogy voltak-e tényleg más jelöltek, annyira már én sem vagyok bennfentes, és szerintem ez egy reális döntés lehet, hiszen rosszabb nem lett velük a csapat, a problémákra felhívta a figyelmet, úgyhogy szerintem az, hogy tovább építkezhet, az egy reális döntés. Az egy nagy kérdés azért, hogy egyetértve azzal, amit mondasz, hogy voltak Husztinak jó markáns és talán egy kicsit a sablonokat magukról lerúgó nyilatkozatai, de hogy hallunk-e még ilyet? Ugyanis azért azt vegyük figyelembe, hogy a hivatalos információ úgy szólt, hogy ugye Toldi Gábor lesz a vezetőedző, és Huszti Szabolcs hozza meg a végső szakmai döntéseket. Ennek nem tudom elképzelni, hogy más oka lenne, mint hogy Huszti jelenlegi A-licensze, amivel rendelkezik, ez ugye most már rendelkezik. Ez egy átmeneti időszakra lehetővé tette, hogy ő vezetőedzőként viselkedjen, legyen beírva a jegyzőkönyvbe és nyilatkozzon, de Debrecenben, amikor edzősködött, akkor is az volt a leosztás, hogy Toldi nyilatkozott, hivatalosan ő volt a vezetőedző. Tehát én azt gyanítom, hogy ez most is ezért történik így, mert Husztinak nincs még meg a prolicensze. Nyilván ez a napi munkát nem befolyásolja feltétlenül, biztos, hogy Huszti Szabolcs irányelvei meg szakmai útmutatása mentén fog készülni a Vidi, csak ő a Rivalda fénytől hátrébb lép, ami biztos nincs ellenére, nem volt ő amúgy egy ilyen nyilatkozgatós típus játékosként sem. Ugyanakkor azt gondolom, hogy hiányzott az a fajta karakánság és szókimondás korábban, amit ő itt elővezetett ezen a néhány meccsen, ami lehetővé tette számára, hogy még edzőként nyilatkozzon. Nem tudom, hogy ez majd most így lesz-e. És amit nem lehet megkerülni, és volt egy ilyen online sajtóbeszélgetés a múlt héten Juhász Rolanddal, többen lehetőséget kaptunk, hogy kérdezzük, és természetesen felmerült ez a téma, hogy ő is Huszti azért személyesen nagyon jó barátok. Ugye együtt kerültek ide, hivatalosan már Huszti kinevezésében Juhász keze benne volt, de mégiscsak együtt jöttek. Most Juhásznak kellett döntenie, és hát feltettük neki a kérdést, hogy mennyire befolyásolták a személyes, a baráti érzései és viszonya Huszti Szabolcs irány. Nyilván nagyon profin válaszolt, mondta, hogy köztük a barátságon belül mindig is voltak viták, meg lesznek is, nem arról van szó, hogy itt valamiféle cimboraság volt a mérvadó. De akár abban, hogy amit Huszti mondott nagyon keményen a keretről olykor, és ennek volt egy üzenetértéke felfelé, hogy hát mit is kéne ezzel a kerettel csinálni, akár abban, amit majd most fog csinálni, meg a keret átalakítás, hogy tud ez működni úgy, hogy valóban van egy kvázi baráti kapcsolat a vezető, a közvetlen szakmai vezetővel? Szerintem mindketten vannak olyan profik talán, hogyha adott helyzet kerülne, tehát adott helyzetbe kerülne a klub, hogy a Husztit mondjuk el kell meneszteni a tavasz folyamán, akkor ezt meg tudná hozni a Juhász ezt a döntést, de pont talán az is szólhatott a Huszti mellett,
hogy egy kicsit az állóvizet felkavarta az egész öltözőbe, akár a klubba, hogy igenis kimondta, hogy a keretben vannak olyan játékosok, akiknek a hozzáállása nem megfelelő, nevesített is ugye egy-egy mérkőzés után játékosokat, úgyhogy talán ez volt a legnagyobb indok a Juhásznak is, hogy egyrészt, hogy tényleg egy kicsit talán nyíltabb kommunikációra lehet számítani, bár ugye ha a Toldi átveszi a nyilatkozatokat, akkor nem tudom, hogy ez mennyiben fog változni, de tényleg talán az állóvíz felkeverése, az egész keret felrázása szempontjából nagyon jó páros lehet ez a Juhász Huszti. Ez egy érdekes kettőség, mert ha a jelent vizsgáljuk, akkor a Vidóton most egy szerény középcsapat, pillanatnyilag itt tartunk. És újoncok kerültek olyan beosztásokba, ami végül is ad egy lehetőséget a tényleges bizonyításra. Tehát most eljött az a pillanat, hogy Juhász Roland érkezett az MB3-as harmadik kerülettől, Huszti Szabolcs feljuttatta az MB2-ből a Debrecent, néhány meccs után menesztették, tehát most egy óriási lehetőség mindannyiuknak, és most fog igazából kiderülni valóban, hogy Juhász Roland milyen sportvezető, illetőleg milyen lehet. Huszti Szabolcs szintén Tódi Gábornak van múltja, hiszen kétszer vezette a Csákvárt, jól is dolgozott velük, de azért MB2-es középcsapatokról beszéltünk, amely a bennmaradásért harcolt mindkét szezonban, tehát neki, ha úgy tetszik, akkor a profi futballban nagyobb a múltja, játékosként nyilván kevésbé, mint a fentebb említett két sokszoros válogatott úriembernek, de az biztos, hogy most fog majd a tavasszal kiderülni, hogy mennyire alkalmasak erre a feladatra. Sokszor elhangzik az is itt köztünk is, hogy valójában a klubnak az identitása az megvan-e még, ami ahhoz szükséges, hogy tényleg erős és a fehérváriak számára vonzó nagy egyesület legyen. Most ugye, ha hagyjuk a legfelsőbb vezetést, vagy a hátteret, ha lehet ezt elhagyni egyáltalán, a közvetlen szakmai vezetés most úgy néz ki, hogy ugye van Toldi Gábor, aki fehérvári születésű, a Vidi utánpótlásában nevelkedett, játszotta a Videotonban játékosként. Mondjuk az évek számát tekintve talán neki a legerősebb a fehérvári kötődése, de Juhász Roland a maga szintén 7-8 szezonjával, amit itt Fehérváron csapatkapitányként, vezéregyéniségként, öltözőbeli hangadóként, válogatott játékosként eltöltött szintén megkérdőjelezhetetlen. És hát Huszti Szabolcsnak is volt azért ugye Fehérváron már játékos múltja. Talán ez egy kicsit közelebb viszi a szurkolókhoz is azt, hogy most egy ilyen szakmai vezetés van, de a számomra a tényleg a nagy kérdés az, hogy fog ez a keret valójában átalakulni, mert nyilván Husztinak bármilyen markáns és adott esetben jó elképzelése is lehet, hogyha az az állomány, amit ő ehhez elképzel, az nincs meg. Kérdés, hogy ez meg lesz-e. Csak egy kis példa, és teljesen másik szintről beszélek, de ugye én játszottam a Megyek 2-be, Megye 4-be annak idején, és volt... De nagyon jól. De nagyon, nagyon jó csere voltam, mint időhúzóban. Igen, az volt a lényeg, hogy bajnokok voltunk az egyik szezonban, majd a következő szezonban ezüstérmesek, de akkor már egy úgymond kiöregedett játékos társunk lett az edzőnk, és vele is ugyanúgy tovább tudtuk vinni azt a kialakult munkát, azt a morált, ami előtte megvolt, azért, mert bíztunk egymásban, és ide kötöm azt, hogy most valószínűleg a Vidinél is megvan vezetői szinten ez a bizalom, a Huszti bízik Juhászban, és ez oda-vissza működik. A játékosok is gondolom én, hogy elfogadják, hiszen Vidi kötődésűek mind a ketten, és a bizalom az nagyon fontos abban, hogy ez a csapat jól működjön továbbra is, de mindenképpen meglegyen az, hogy nem menjen az alá a szint alá, amit a Huszti eddig is hozott, hanem csak felemelkedés legyen innentől kezdve. Tehát a bizalom ez egy nagyon fontos dolog, és ez megmarad most. Meg azt se felejtsük el, hogy ha jól tudom, nyáron nagyon sok, viszonylag több játékosnak is le fog járni a szerződése. Ez is nagy kérdés, hogy ez tavasszal hogy intézik a juhászék, mert ugye ha nem hosszabbítanak, mert ugye mondjuk takarítani szeretnének a keretben, akkor az nyilván anyagi oldalon az elég negatív büdzsé lesz, mert mindenki ingyen távozhat. Viszont hosszabbítanak megint olyanokkal, akikkel nem feltétlenül szeretnének építeni, de pénzt akarnak belőlük látni, de nem tudják mondjuk eladni őket, akkor az megint érdekes helyzeteket. Mert itt először szóval szerintem elég eseménydús tavasz elé nézünk. Szintén ebben a beszélgetésben utalt is rá Juhász Roland, hogy természetesen zajlanak már a keret átalakítása kapcsán a tárgyalások, és megvannak az elképzelések. Sok konkrétum azért nem hangzott el, de első középpályást gyakorlatilag első helyen említett, mint akit igazolni kell. Ami talán a személyektől függetlenül, főleg amíg nem tudjuk, kiről beszélünk, fontosabb, hogy hát ő is elmondta azt, amit egyébként akár ebben a stúdióban az előző sportigazgató Salló István, hogy a vezér egyéniségek, az öltözőt magukkal ragadni képes, irányítani képes hangadók, azok nagyon kellenek egy csapathoz.
És például Huszti kinevezésében vagy megerősítésében az is szerepet játszik, hogy ő edzőként ilyen. Ő nemrég még játékos volt, ismerhetik az öltözőből, vannak társak, határozott egyéniség, véleményformáló, és most edzőként nyilván a felhatalmazása is megvan, hogy kellően erős kézzel vezesse a csapatot, de ettől függetlenül kellenek ilyen játékosok is, és hát ez lesz a kérdés, hogy ilyenné tehető-e valaki, vagy idehozható-e valaki külföldről, akár Magyarországról, mert hosszabb távon ez biztos nagyon meghatározó lesz. Egyelőre egy igazolásról tudunk, ugye, és ez rárímel arra, amit elhangzott, hogy kellenek a fiatalok, meg akár a helyi kettődésűek, hogy Szabó Leventét visszahívták Kecskemétről, aki ott egyébként egy nagyon jó fél szezon zárt, az egész bajnokság legnagyobb meglepetését szolgáltató Kecskemétben. Úgyhogy nem tudom, hogy abban, hogy akár ez az irányvonal, hogy erős kötődéssel rendelkező, talán rutintalanabb, de mégiscsak helyi fiatalok bekerülnek, ez jellemző lehet-e a Vidire. A magyar mezőnyben azért azt mutatja, hogy nem ebből lesz feltétlenül az aranycsapat. Igen, pont ezt fogalmazódott meg bennem, hogy egyrészt ez egy pozitív, hogy megpróbálják arra sarkalni a fiatalokat, hogy igenis itt a lehetőség, ha teljesítesz, akkor feljuthatsz a nagy csapatba, játszott az NBA-be, csak a közben ettől nem biztos, hogy rövid távon lesznek eredmények. Ugye azért a 8. hely az a klub hátterét, bármit figyelve, múltját, az eléggé szerény teljesítmény, még ha egy jó tavasszal a dobogó nem is elérhetetlen talán, csak tényleg ehhez komoly igazolások kellenek. Az a kérdés, hogy egyébként volt-e egyáltalán alternatíva? Én ezt megkérdeztem Juhász Rolandtól, azt mondta, hogy ő kezdettől fogva. Miután látta, hogy Husztiék hogy dolgoznak, meg hogyan köszönnek vissza a pályán az általuk kért dolgok, ő azon volt, hogy megerősítse ezt az edzőpárost, ami azt jelenti, hogy ezek szerint nem volt úgynevezett nagy név a kalapban, de hát valószínűleg a tavaszi szezonnak azért nagyban lesz arra befolyás, hogy ez nyáron is így marad-e. Kérdés majd, hogy mennyire átalakított Vidit látunk, mert nyilván el kell kezdeni azért beépíteni új embereket. Másik fehérvári csapatra áttérve, akikről egyébként többet beszéltünk az elmúlt hetekben, és most nem is az eredményein akarok igazából rugózni a hokisoknak, mert hál' Istennek tényleg jól alakulnak a dolgok. De ami mindenképpen elképesztő, hogy három egymást követő mérkőzést hozott le kapott gól nélkül a Hidro Fehérvár AV19 az osztrák ligában. Szerintem egyébként nem volt ilyen még a klub történetében, amióta az osztrák ligában játszik, de ezt most csak így hasraütve mondom. Már csak azért is, mert nagyon ritka jégkorongban azért a kapott gól nélküli mérkőzés. Úgy tűnik, hogy valami olyan stabilitása lett ennek a csapatnak, ami persze együtt jár azzal, ezt a játékosok is elmondják az interjúkban, hogy hát elő se ütnek annyi gólt. Nyilván a védekezésbe fektetett meló az mindig kihat arra is, hogy a támadásra mi jut. De amíg 2-0-kal meg 1-0-kal meg lehet nyerni meccseket úgy, hogy kis túlzással ahány kapus beáll, most már satautokat produkál, azért ez nem akármilyen magabiztosságot vagy erőt sugal. Szerettük az elsőprő támadó játékáért is ezt a csapatot, meg azért a hangulatért, amit a csarnokba varázsol, de úgy tűnik, hogy ezt most védekezéssel is el lehet érni. A lelátón olyan érzéseim voltak vasárnap, hogy Horváth Dominika a saját nevelésű kapus személy, mert tényleg egy igazi zsenire leltünk, mert elképesztően jól véd. Aztán Rojnak a szezonban nagyon voltak kevésbé jó, aztán nagyon jó meccsei is. Tehát igen, ha egy kapus extrán teljesít, tehát nullára shutouttal hozza a mérkőzést, onnantól kezdve minden egyszerűbb, mert egyet kell csak találni, és azért egy megfelelő támadó játéknak esetében az össze szokott azért jönni. Tehát érdekes, hogy volt 4 vereség zsinórban, de a játék nem volt rossz, és nagyon szoros meccseken kapott ki a volán, tehát nem verték agyon. És most ezek a nagyon szoros győzelmek vannak, tehát tulajdonképpen megfordul. Hosszú távon mindig azt mondom, hogy sportklub esetében, hogy el vagyunk átkozva, meg semmi nem sikerül, ez hosszú távon kiegyenlítődik, tehát a szerencsefaktor lényeges, de hosszú távon, tehát amikor itt szerencséd van, ott kevésbé, tehát a csapat most elkapta azt a fonalat, és tényleg nagyon fontos a kapus teljesítmény. Ugye sokat beszélgettünk a szezon elején arról, Zsombor, biztos emlékszel, hogy akkor ki lesz itt, vagy hogy lesz itt a kapus kérdés megoldva, mert a szezon előtt sokak számára váratlanul Horváth Dominik gyakorlatilag jobban védett, mint Roy az első meccseken. Konstantin is, mintha ezt észlelte volna, és a vártnál több lehetőséget adott neki. De hát aztán Roy igazolta a klasszisát, és a alapszakasz, nem is tudom, nagy törzsében olyan támaszt adott a csapatnak, és olyan bravúros mutatókat produkált, hogy nem kérdőjeleződött meg a helye. Most egy betegség tette be ugye újra, vagy adta meg a lehetőséget
Horváth Dominiknek. Föl van adva a vezetőedzőnek a lecke innentől kezdve. Bár ennél kellemesebb probléma, mint hogy van két kapusod, aki közül bárkit állítasz be, kapott gól nélkül hozza le a meccset, nem nagyon lehet. Igen, ez mindenképpen kellemes probléma, hogy a védj egy jó kapust, itt védj egy jó két kapust van a volánnál. Ez mindenképpen szerencsés, főleg úgy, hogy a Dominik ugye vagy két hónapig nem nagyon védett. Volt ugye a válogatottban két és fél harmadot védett, vagy hármat is talán a Sárközi emléktornán, meg utána a FEHA 19-nél védett egy magyar kupán a Fradi ellen, ahol szintén jó teljesítmény nyújtott, de gyakorlatilag két hónap meccs nélküli szériából beállt, és rögtön shutout, kettő is ugyebár, szóval ez mindenképpen jó. Amit még kiemelnék, hogy ugye bár nem üt sok gólt a volán, de hogy főleg a két olasz ellen, meg illetve ugye az újoncok ellen, a támadójáték abból a szempontból viszont eszméletlenül erős volt, hogy helyzete nem volt két harmadik, például az Asiágónak itt a Raktár utcában. Tehát az utolsó harmadban már 2-0-nál jöttek kicsit kijebb, és ott kellett a horvátnak többet védenie, de két harmadik, ilyen 8 kapura lövés volt összesen. Tehát, hogy bár nem gólgazdag, de nagyon sok helyzete van, nagyon nagy nyomást tud helyezni a volán az ellenfél kapujára is, és szerintem ennek is van köze a jó védekezés mellett annak, hogy tényleg most már zsinórban 3 kapott gól nélküli meccsnél tart a csapat. Én arra gondoltam, hogy a csapat kapja a gólokat és lövi a gólokat. Most volt egy győzelmi széria, de előtte vereség széria volt gyakorlatilag, és én azt látom, hogy az edző olyan szinten tudott váltani, és a csapat olyan szinten tudott alkalmazkodni, hogy hát kapjuk a gólokat, de nem tudunk többet lőni, mint az ellenfél, jó, akkor próbáljuk meg nem kapni gólokat. Nyilván a védelmet kellett ehhez megerősíteni, és ez működött, és nekem is eszembe jutott ez a véd egy jó kapust. Most két jó kapus van, és sikerült átvinni az edzőnek a játékosokkal együtt azt a pályára, hogy ne kapjanak gólokat, és onnantól kezdve, amit Laci mondott, már elég az egy-két gól, amivel meg lehet nyerni a mérkőzést, és ez most nagyon ül, és ezt jól látni. Azt azért tegyük hozzá, mert ez érdekesen árnyalja a képet, egyben alátámasztja, amit Laci mondott, a hihetetlen, tehát hogy tényleg nem érdemes nagy igazságokat mondani, hogy az a 4 meccses vereség széria mindegyike egyetlen góllal volt, volt köztük több 1-0 is, tehát gyakorlatilag alig van különbség abban, ahogy kikap és ahogy nyer a volán, mert egyszer mi nyerünk 1-0-ra meg 2-0-ra, másik előző 4 mérkőzésen meg 1-1 gólokkal kapott ki sokszor hosszabbításban a Fehérvár, tehát ott se lehetett azt mondani, hogy kaptuk a gólokat, hanem egyszerűen ott elől nem ment be. Nyilván abban a pillanatban, ha csak 2 gólt ütsz, azért nem kis jelentősége van annak, hogy hátul hogyan állod a sarat, de nekem ez azt mutatja, meg az egész tabella, ahogy ránézek, mindig olvasom, hogy nyert a volán, akkor gyorsan megnézem, most már annyit nyertünk, most már ott kell lenni, és még mindig 5., 6., 7. hely, nyilván attól is függően, hogy melyik ellenfél hány meccsel van előttünk vagy mögöttünk a játszott meccsek számát tekintve. Tehát még ilyen szériákkal is iszonyatosan nehéz megkapaszkodni ott mondjuk abban az első 6-ban, ami ugye garantálná a rájátszást az alapszakasz végén. Nagyon, nagyon szoros a tabella, éppen a hétvégén néztem, hogy most már kezdik, számomra érthetetlen volt, hogy amikor nekünk volt a BL menetelés, 3-4 meccsel többet játszottunk az Osztrák Ligában, mint mondjuk a Salzburg, akik szintén ugye a BL-ben voltak. Salzburg iszonyúan lassan kezdte el ezt a szezont. És most Nem volt pénz. Most ér be minket a mezőn gyakorlatilag a játszott meccsekbe, és ezt nem is értettem össze, hogy nekünk miért volt olyan sűrű a program. De hogy ott pont a szezon első harmadában látta, hogy majdnem mi kaptuk a legtöbb gólt. Jött a válogatott szünet, már előtte is ez már kezdett visszaszorulni, és azóta most már mi kaptuk szinte inkább a legkevesebb gólt, ami ugye nagyon nagy szó szerintem, és tényleg most talán a 7. helytől 4-5 pontra elléptünk, tehát az első 6-ban most egy kicsit stabilabbak vagyunk, de ugye a 3. hely is 3 pontra van, vagy 2, nagyon-nagyon szoros. Tehát hát előre is szoros, hátra is szoros. Igen, de Salzburgban játszanék, Mozart gólyokba kérném a fizetésemet. Egyrészt az egy viszonylag állandó valuta, másrészt Magyarországon úgy tudom, hogy hiány van belőle, viszont nagyon finom, és így karácsony környékén ez is számít. Na de visszatérve, illetve ezt a hokis témát lezárva, ugye Konstantin, amikor nyilatkozik, nagyon sokszor elmondja, hogy az ő tapasztalatában, az ő több évtizedes rutinjából milyen tapasztalatok jönnek, hogy egy mérkőzésen mire ismer rá, milyen olyan szituáció van, amit ő már számtalanszor megélt. Hát nem tudom, ilyet élte meg, hogy van két ennyire jó kapusa, és ha azt mondtam, hogy ez könnyű probléma, ugyanakkor meg nagyon nehéz, tehát most mit mondanátok Horváth Dominiknak, ha feltéve, hogy mind a két kapus egészséges,
hogy ilyen meccsek után, ilyen beugrás után kikezdjen a következő mérkőzésen, vagy visszatér ahhoz az edző, hogy leteszi az egyik mellett a garast, vagy azt mondja, hogy na akkor tulajdonképpen mindegy is, akkor védjenek felváltva. Hát szerintem talán az utóbbi, ami még szezon elején a BL mellett működött is, hogy egyet a Horvátdoma védett, egyet a Roá, szerintem talán ahhoz térhet vissza, tényleg, ha mindegyik egészséges, és meg tavaly szezonban is, amikor a Tironál meg a Kornakernek is jól ment, itt október-november környékén, és így felváltva kaptak talán. Volt is olyan sorozat, hogy a Kornaker mindig idegenben játszott, mert védett, mert úgy jött ki a lépés. Talán ez következhet meg. Hát ugye a horvát szemszögéből ugye a válogatott sem mindegy, mert ilyen jó teljesítménnyel ugye jön egy A-csoportos világbajnokság, ahol a Hetényi Zoli és Rajna Miklós, és ha történik valami, akkor ott egy elég komoly pozíció szabadulhat fel, amire ő elég jó eséllyel pályázhat ilyen teljesítmény mellett. Se te felejtjük, ugye ott is Konstantin most már az edző, tehát akár gondolkoshat is ilyen távban. Én nagyon kíváncsi leszek, tényleg egy különleges szezonnak tűnik ez ilyen szempontból, hogy látunk egy remekül védekező, és egyébként meccseket zsinórban majd, hogy nem ezzel nyerő csapatot. Hát reméljük, hogy sokáig kitart, és hogy az a bizonyos első hat hely valamelyike meg lesz, ami garantálja tényleg a rájátszást. Beszéltünk róla sokszor, már Laci is elmondta, hogy van gazdasági oka, sok változás annak, hogy ennyire kiegyenlített lett, és hogy a Volán hátránya eltűnt tulajdonképpen a mezőnyhöz képest, de bármennyire kiegyenlített, én azt gondolom, hogy azért a rájátszásban mindenképpen helye van ennek a csapatnak. Bőven. Tehát ha hosszabb úton kell oda jutni, legyen, de hogy ott kell lenni, az most már azért kijelenthető. Ez egyértelmű. És főleg, hogyha nem kap gólt egy csapat, akkor mi történhet? Na, mi történhet? Akkor az történik, hogy Marokkó besétál a labdarúgó világbajnokság legjobb 4 csapata közé. Nem olvastam ilyen híreket, pedig mindig szokott lenni a nagyvilágban, hogy ki volt az a szerencsés, akit nyilván mindenki lehülyézett volna a torna előtt, hogy mondjuk valaki föltette a házát meg a feleségét arra, hogy Marokkó a 4-be lesz, és akkor most már 3 asszonya van meg 4 háza. A világban mindig vannak ilyen fogadók, akik valamit megéreznek. Nem tudom, mi volt az otca a VB előtt annak, hogy Afrika első csapataként a világbajnokságon 4 közé jut Marokkó, de hát azt gondolom, abban egyetértetek, hogy ez a most már az elődöntőknél tartó világbajnokság egyértelműen legnagyobb és talán überelhetetlen szenzációja. Ők maguk überelhetik még ezt, hogyha esetleg ennél is tovább jutnak, de hát erre nem lehetett számítani. Egy valakinek a megérzéséről láttam egy fotót az interneten, ez Samuel Eto'o volt, hogyha jól emlékszem. Ugye fel volt, ott van a fotója Zetónak a képen, és mellette pedig a világbajnoki tabella, gyakorlatilag ugye a kiesési szakasz, és az ő fotóján, illetve az ő képén az van, hogy Marokkó játssza a döntött Franciaországgal, ugye nyilván ez még a világbajnokság előtt kérdezték meg őt, és Franciaország fog nyerni. Úgyhogy ütták is a fotóhoz, hogy talán ő volt az egyetlen ember, aki Marokkót kiemelte, hogy eljuthat a végsőkig, és Franciaországgal se lőtt mellé egyelőre. Igen, hát mert egymás ellen játszok, hogy döntőben nem lehet, de tényleg létrejött ez a párosítás. Valóban ez titka, és nem tudom, hogy egyébként örüljünk ennek, vagy ünnepeljük, mert nyilván ez egy olyan dolog, amit el lehet mondani, hogy a futball világbajnokság képes ilyen csodákra, vagy pedig úgy vagytok vele, hogy azért ez nem a futball előre haladásáról szól, hiszen gyakorlatilag egy tökéletesen védekező csapatról beszélünk, amelyik azzal érte el a történelme legnagyobb sikerét, hogy nem kap gólt. Ami hokiban azért nehezebb, de fociban meg általában szintén nem a szórakoztató faktor. De ha másik szemszögből közelítjük meg, ők tudtak olyan csapatmunkát letenni az asztalra, a nagyok ellen is akár, ami miatt megérdemlik, hogy ott legyenek a legjobb 4 között. És számítottam rá, megmondom őszintén, én amikor spanyolokkal összekerültek a negyed döntőbe, talán vagy nyolcad döntőbe, azt hittem, hogy akkor ott lesz vége a marokkói csodának, spanyolok 2-3 góllal megverik őket, és itt a vége. Most már bár ilyen érzésem van, hogy azért a franciák ezt az akadályt meg fogják ugrani, de már nem merem kijelenteni, hogy simán francia továbbjutás lesz. Hát én őszintén szóval, miután a portugálok rúgtak egy laza 6-ost Svájcnak, úgyhogy ugye Ronaldo nem kezdett, beállt a helyére ez a Gonzalo Ramos egy mester 3-assal könnyedén. Én elképzelhetetlennek tartottam, hogy legalább egy gólt ne lőjenek Marokkónak, és még mindig várjuk azt a szituációt a VB-n, hogy mi van, hogyha Marokkó egyszer hátrányba kerül. Az egyetlen csapat a 32-ből, aki egy percet nem játszott hátrányban. És hát alapvetően nyilván meghatározna a futballjukat, vagy azt, hogy valamit váltaniuk kell.
de el tudták kérni. Tehát lenullázták azt a Portugáliát, amelyik gálázva rúgathatott a gyengének, azért nem nevezhető Svájcnak. Azt hittem, hogy ezt? Te ünnepled Marokkót, vagy inkább sajnálod a szép focit? Nekem nem jelentős emlékeim vannak. 4 évvel ezelőtt nyaralást összekötöttem focimeccseknek, másként nem megy, és az akkori első és második az FC Aladdin játszott a Ittihad Tangerrel, 30 ezer néző. Voltam a Marokkóban, az Agadirnak az edzőközpontjába bementem, hogy argentin edző volt, aki előzőleg Bulgáriában dolgozott, elkezdtünk beszélgetni. Nagyon nehéz akkreditálni, nyilván arabul sem beszélek. Bocsánat, hogy magyarul sem rendesen. Ha valahol valakik keresik a marokkói futballcsoda eredőjét, most már tudjuk. Tehát Horog Laci elbeszélgetett a marokkói argentin edzővel, és rá egy évre Marokkó 4 között van a világbajnokságon, akkor meg is fejtettük. Nincs tovább még itt a történet, nagyon az elején vagyunk. Megnéztem azt a meccset, nagyon jó mérkőzés volt. Eltelik egy év. Egy barátommal szintén kimentünk, de akkor Casablancába, és tudtunk 2 meccset nézni. A Wydad Casablanca, aminek Regragui volt akkor az edzője, játszott a kongói bajnokkal a csoportban, majd másnap a Raja a Fradival együttműködési szerződésben Raja vagy Raja Casablanca, szintén Rabatban, mert a Casablancai Városi Stadiont felújították, láttunk 2 meccset szintén. És a Vidi head scoutja Balogh Tamással szoktam beszélgetni, és ő mondta, hogy terveznek egy brazil csatát igazolni, aki a marokkói bajnokságban játszik. Én azt a csapatot nem láttam, de kérdezte, hogy milyen a bajnokság, egy ottani 20 gólos brazil csatár tudna egy segíteni. És itt jön a sztori vége, én azt mondtam, hogy az egy lényegesen jó futball, és ha ott tudott 20-at rúgni, itt biztosan tud 25-et. Tehát ez viszonylag nagy ország, a körülményekhez képest gazdagnak számító ország, helyi léptékkel, rendkívüli kultúrával, és imádják a futballt. Tehát de nyilván arra nem gondolhatott senki, hogy ilyen messzire jutnak, ezt épesző ember nem hitt el. Amikor megverték Belgiumot a csoportban, akkor már érezhető volt, hogy valamit tudnak, és aztán, ahogy haladtak előre, tegnap éjjel megnéztem az ismétlését a legutóbbi meccsiknek, azért egészen elképesztő, ahogy támadásba lendülnek. Ahogy a megszerzett labdával elindulnak, nem csak Hakimi, hanem a másik szélső hátvéd is félelmetes futballista, és elmondhatatlanul stabilak. Tehát azt a szakmai plusz Regragui úgy teszi hozzá, hogy tanítani való. Én úgy gondolom, itt van a végjáték, mint ahogy én óriási horvát drukker vagyok. Én azt hittem, a brazilok lesznek az utolsó célállomás, de aztán nem így történt. Tehát kíváncsian várom mind a 2 elődöntőt, a mait is és a holnapit is, de az biztos, hogy Marokko a szervezettséggel és a Bono félelmetesen jól vitt. Tehát Sevillában is, amikor elnyerték, tehát neki voltak óriási bravúriai, tehát egy nagyon jó kitalált keret. Egy elképesztően felkészült edző, és mindenki tudja a dolgát, és ezzel el lehet menni a VB-nél 4 közé. Számomra is hihetetlen, de megérdemeltem annak ott. Jót tesz egy világbajnokságnak, nyilván azt mondjuk, hogy van a 4 között dél-amerikai, európai és már afrikai csapat, hiszen magát reprezentálja tényleg a futball az egész világé. Ugyanakkor az jut eszembe, hogy amikor Pelé először mondta, a Pelének amilyen zseniális nagy játékos volt, semmilyen futballal kapcsolatos jóslata soha nem jött be gyakorlatilag. Ő valamikor a 90-es években mondta először, hogy Afrika egyszer világbajnok csapatot fog adni. És ha visszagondolunk azokra az afrikai válogatottakra, akiket láttunk VB-n tényleg tündökölni, vagy legalábbis nagyon jól játszani, nekem a 90-es Kamerun jut eszembe, ők tudtak úgy focizni, mint a brazilok, elképesztően jó csapat volt. Eszembe jut Nigéria Okocsával, szintén zseniális meccsekkel. Ugye Szenegálnak volt egy olyan VB-je, ahol egészen váratlanul jutott 8 közé, és Gána, amelyik egy hatalmas drámában, ugye 2010-ben Uruguayjal szemben 11-esekkel esett ki, tényleg elképesztő, szintén jó játékosokkal. A közös nyilván, hogy mindegyik fekete-afrikai, és hogy amikor az afrikai futballról beszéltük, és Pelé is erre gondolt, akkor mindenki azt hitte, hogy majd ezekből a fekete-afrikai csapatokból jön a csoda. A fizikálisan már akkor kiváló, nyilván majd az európai hatásra taktikailag is érő, technikailag tökéletesen képzett játékosok előbb-utóbb áttörnek. És itt van Afrika első elődöntőse, amelyiknél európai focit senki nem játszik, abban az értelemben, hogy tényleg a vezetőedzőjük megszervezte ezt a tökéletes védekezést. Tehát én úgy vagyok vele, hogy jött is Afrika, meg nem is, mert azok az afrikai csapatok, akiktől tényleg évtizedeken át vártuk, azok nem jutottak el erre a küszöbre. És jött ez a szövetségkapitány, olvastam, vagy hallottam egy olyan statisztikát, hogy klubedzőként több mint 100 clean sheet-os meccse van, tehát olyan, ahol a csapata nem kapott gólt. Tehát nyilvánvaló ez egy filozófia, és erre egészen elképesztő magas szinten építette fel ezt a válogatottat.
Nekem most, ahogy itt Marokkó ennyire jól szerepel, eszembe jutott bele, egy kicsit régebben volt, és majd ezt Ronaldóhoz is tudom kötni, hogy egy picit azért őt is megemlítsük, hogy emlékeztek ti is 2004-ben a görögökre. Ott se voltak sztárfocisták, ott se volt sztárfutball, viszont ott is hát annyira... Most a Marokkónak több van egyébként, mint akkor. Igen, a görögök. Igen, több van, de itt sem mond... Tehát éppen azon gondolkodtam, hogy majd hogy beszélünk, vagy mit mondok majd Marokkóról, hogyha most a négy csapatból kéne összeraknod egyet, akkor azért nem a marokkói focistákat kezdenéd el felsorolni a saját válogatottadba, ugye a négy közül. Viszont, hogyha visszakanyarulnék egy kicsit a görögökre, ott is teljesen elképesztő volt, hogy végigvitték azzal a játékkal azt az Európa-bajnokságot, és meg is tudták nyerni, amivel játszottak. Az volt ugye Ronaldo első döntője, EB döntője, ugye Portugália rendezte, és ott kikaptak, most pedig valószínűleg az utolsó válogatott mérkőzése volt ez, már ezt még nem tudhatjuk, de itt is kikaptak egy olyan csapattól, aki valamilyen szinten hasonló focit játszik, és Marokkó egy olyan focit játszik, ami európai, de teljesen alapfutball, tehát nem lehet azt mondani, hogy mindig ő a jó, most is ő ment el, húha, és látták a portugálok ellen is, vagyis szerintem tudták, hogy nem jobbak egyénileg a portugáloknál, ezért megjátszották az alapokat, jó volt a védekezés, teljesen csapatszinten együtt mozgott minden csapategység, majd beadás és gól. De gyakorlatilag átjátszották őket. Hát a görög mintát hozták. A görög mintát hozták, és nem egyénileg villogtak, hanem csapatszinten. Görögök is gyakorlatilag minden meccsüket 1-0-ra nyerték meg azon az EB-n a kiesési szakaszban, rendszerint egy fejes góllal, ami jött egy szögletből vagy egy beadásból. És egyébként ott ők cseheket vertek, ugye portugálokat a döntőben. Portugálok most... megverték a csoportban is. Igen, igen, és mindenki nyilván mondta, hogy jó, hát ez egyszeri csoda volt. Marokkó ugye említette, Laci, hogy megverte Belgiumot a csoportban, játszott Horvátországgal egy döntetlent, utána a spanyolokat és a portugálikat búcsúztatta. Ennél nehezebb úton eljutni egy világbajnokság négyes döntőjébe, vagy négy közé, gyakorlatilag lehetetlen. Ugye a nagy csapatok azért mindig kapnak egy-egy könnyebb ellenfelet, meg lehet nézni tényleg, hogy kikkel kellett játszaniuk, akár a franciáknak, argentinoknak, horvátoknak. Marokkónak meg ott volt az egyszem Kanada kivételével, amelyik egyedül tudott gólt lőni nekik, bár az is öngól volt, tehát ellenfél még nem talált be a marokkói kapuba. És nem is nagyon látogatnak el odáig. Ebbe elképesztő, hogy a középen olyan vonalat húznak, hogy mint a fölásnák, lövészárkok, és aztán lövünk szembe, tehát nehogy megpróbáljátok átjönni. Egészen elképesztő taktikai repertoár, amivel játszanak, mondom, nem csak a védekezés, hanem ahogy támadásba lendülnek. Hát ennek megfelelően nyilván föl is megy majd az ázsiójuk, mint már lehetett hallani ugye a barcelonai érdeklődésről is, olyan középpályás iránt, akit lehet, hogy előtte francia utolsó helyezetben játszik, tehát nem biztos, hogy sokan ismertek. De azért mielőtt elmondjuk, hogy, vagy kimondjuk, hogy Marokkó a nullára játszós, ellenfeledlen nullázó, védekezős fociával menetelt be a négybe, azért nézzük meg a horvátokat, akik gyakorlatilag majdhogy nem ugyanez hupikékben, mert játszottak egy izmos 0-0-át ugye Japánnal és 11-esekkel rábízták a Livákovicsra magukat, aki zseniálisan védi. És ők is Marokkóval kezdtek. Igen, szintén 0-0-át, tehát gyakorlatilag ez volt, és utána játszottak egy 0-0-át Brazíliával, a hosszabbításban esett két gól, tehát gyakorlatilag a horvátok is álmukból felkeltve lehoznak nullára akármilyen meccset, azzal az elképesztő statisztikával, hogy a 98-as bronzérmes arany generációjuk óta ahányszor egyenes kieséses szakaszba jutottak egy tornán, legyen az EB-VB, minden mérkőzésük hosszabbításos volt. Egy kivétel van a 4 évvel ezelőtti VB döntő, ahol kikaptak a franciáktól. De ahányszor ők bejutottak egy egyenes szakaszba, biztos, hogy ráhúztak, úgyhogy a mai elődöntőjük Argentinával is ígér szerintem minimum egy 120 percet, miközben azért nekik olyan játékosaik vannak, akiket a marokkóinál azért jóval jobban ismerünk, és nagyobbra is tagsálnak. Úgyhogy hát nagy kérdés, hogy melyik futball fog győzni. Tudjuk, hogy a franciák és az argentinok világsztárral vagy sztárokkal a soraikban bárkinek tudnak gólt lőni, be tudják gyűrni, és van két másik válogatott, amelyik meg el tudja rontani az ellenfél játékát. Hát érdekes ez. Én kicsit argentinoknak szurkolok Messi miatt, de nagyon kíváncsi vagyok akár a ma esti elődöntőre is, hogy ezt a horvát védelmet, talán az VB előtt kicsit lesajnált horvát, kicsit öregedő horvát csapat tényleg mire képes a argentinok ellen, akiknek ugye ott van Messiük, aki már szintű, hogy azért kicsit a kiöregedett Messinek is lehet hívni, több nagy sztár, meg nem olyan veretes a névsor az argentinoknál,
Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Talán tényleg egy hosszabbítás, 0-0-ás rendes játékidő, 11-esek, bármi benne lehet ebben. Hát azt itt elárultad már, hogy a szíved a horvátoké. Tény olimpia, mindig osztrák voltam. Nem, olyan már volt egyébként a világbajnokságok történetében, hogy egy csapat mondjuk kétszer egymás után 11-esekkel jusson tovább. Ezt a horvátok egyébként 4 éve megcsinálták, de 90-ben például az argentinok így jutottak döntőbe. Elképzelhető, hogy háromszor is összejöjjön nekik? Megnéztem a Wikipédián, hogy mennyien élnek Horvátországban. 3.870.000 embert ír, a satszolások szerint 4,3. Tehát beszélünk egy 4 milliós országról, egészen elképesztő, amit produkálnak. A 98-as VB-n az elődöntőben, ahol vezettek Suker góljával, és aztán Thuram két találatával a franciák fordítottak, azt mondták, hogy az Ciro Blažević elrontotta, hiszen ez egy nyerhető meccs volt, és valóban nem tűnt rosszabbnak az a horvát válogatott, de hát ezt a franciák nagyon simán nyerték a VB döntőt. 98-ban alig volt hihető, hogy ideig jutottak, csak amikor nem sokkal később, pár hónappal később, mintha megvertük őket a VB-s elejtezőn Pátkai két góljával, akkor azért volt az hihetetlen, mert ott akkor a két szervező középpályás a horvátoknak, egyik a Real, a másik a Barcelonából, és Rakitic kapcsán mondta azt José Mourinho, hogy a világ legalulértékeltebb futballistája, és nagyon nehezen tudtam elképzelni, amikor a legutóbbi VB után ő elköszönt, Barcelonából is átment vissza Sevillába, hogy lehet pótolni. És annyira könnyedén pótolták Marcelo Brozovic-sal, aki az Inter irányítója, hogy a horvátoknál ez a két irányítós rendszer működik, mert nagyon erős a védekező középpályás rész, és Mandzukicot is tudták pótolni, mert ez Bruno Petkovic a Dinamóban játszik a kapussal, Livakovicsal egyetemben, de olyan hátterük van, jönnek a fiatalok, Pašalić, az az Orsics, aki alig kap lehetőséget, egészen elképesztően játszik a BL meccseken a Dinamóban, tehát félelmetes a háttér, és a magyar futball ellentétben az utánpótlás képzésük nagyon el van találva, infrastruktúrájuk semmi nincs, tehát most szeretnének új stadiont Zágrábban, félelmetes rossz körülmények között futballoznak, edzenek, igyekeztem elmenni nyaranta, mindig összekötöm nyaralást foci meccsel, edzőközpontokat is megnézni, amikor van rá lehetőségem. Nem mérhető a lehetőségrendszerük, meg a belföldön megkereshető pénzük sem a magyar futballal, és mégis az utánpótlás edzői kiválóak, mindenki beszél idegen nyelvet, és benn van az a vér, amit talán a háború hozott ki belőlük, hogy nem adják fel. Mert végig gondoltam, hogy nekünk is nagyon jó arra válogatottunk, de hogy az utolsó percben úgy, hogy nincs kapura lövésünk a meccsen, a brazilok ellen betalálunk, majd utána a lélektani előny, és utána a büntetőpárbajt is megnyerjük. Hát ez valami csoda, ami tényleg egy elképesztő kis ország, és mégis művel, immár rendszeresen. Hát még kettőt kellene nyerniük, hogy tényleg aztán akkor világbajnokok is legyenek. Meglátjuk, hogy sikerül. Egyébként csak annyit ezt Szabó Pittől olvastam a futball szakírótól, hogy ez a Modric, Kovacevic, Brozovic hármas, amelyik úgy védekezik tulajdonképpen, hogy nem adja oda a labdát az ellenfélnek. Ez gyakorlatilag a Xavi, Iniesta, Busquets trióval egyenértékű, amire Guardiola egy világverő Barcelonát tudott felépíteni. De ott van a másik ág is, ugye a már általunk alaposan megénekelt Marokkó és Franciaország. Most mit mondotok, itt 2 percünk van gyakorlatilag adásból, milyen VB döntő jöhet? Elképzelhető egy Marokkó-Horvátország, amire valószínűleg még most se fogadna senki. És kivédekezik ott jobban, majd melyik csapat? Hát ők lerakják a labdát középen, és Moldovánál volt ez a börtönválogatottak világbajnoksága, a Franciaország-Mexikó mérkőzésen a két csapat a játékvezető sípszavára hátravonult a 16-osára, felállított műszerekkel bemérték, hogy az ellenfél hogy, és akkor utána a játékvezető hiába próbálta őket játékra ösztönözni, úgyhogy leült ultizni a partijelzőivel, és 40 ezer ember lélegzett visszafolyta, figyelte, amikor kisadúval a kezében megkontrázta a partijelzője 40% ultiját. Majd a mérkőzés után azt mondta a magyar szakember, hogy ez a két válogatott játssza a legjobb futballt a világon, nagyon sokat kell még tanulnunk, hogy az őszintjükön legyünk. Gyakorlatilag most még van 25% esély mindenki győzelmére, de én azt mondom, hogy a két nagy csapat mellett a kvázi két kis csapatnak kevesebb az esélye, de én jobban szerettem volna, ha most játszik egymással Horvátország és Marokkó, mert akkor az egyikünk mindenképpen bekerül a döntőbe, de én nagyon szeretném, hogyha valamelyik tényleg ott lenne a végén. És hát a franciákról beszéltünk talán a legkevesebbet, nyilván az lenne a legkisebb meglepetés, bár futballvilágbajnokságon címvédés 1962 óta nem történt. Ha a horvátok megverték a brazilokat, szerintem megverik az argentinokat is, és Franciaország kerete viszont annyival erősebb
hogy a szakmai munkát feletteti, és nyilván Deschamps se rossz edző. Tehát én egy francia-horvát döntőben reménykedem, és alig, hanem azt megint megnyerik majd a franciák. És ez esetben a jövő heti idei utolsó adásunkban, ahol már világbajnokot is tudunk ünnepelni, meg értékelni, meghallgatjuk, hogy Laci melyik franciaországi edzőközpontban tette meg az első lépést a francia futball felvirágoztatása érdekében, valamely nyaralásán, hiszen ez gyakorlatilag elkerülhetetlen. Meglátjuk, köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok, és akkor jövő héten pedig megbeszéljük majd, hogy ki és miért lett világbajnok, vagy miért nem. Köszönöm a figyelmüket is, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.